sem tuti! Kevés dologban van nemzeti konszenzus, az egyik biztosan az, hogy a Nutella finom. Megőrültél? Nutellát eszel? Annak több, mint a fele cukor. Egy ilyen üvegben több, mint 70 kocka cukor van. Ezen az alapon csokoládét se egyél, ott ez az arány még magasabb. És mennyi magyaró van benne? Eredetileg több, mint a 3/4 volt magyaró, mára ez már alig több, mint 10%. Ha valaki ennél magasabb magyaró tartalomra vágyik, annak saját Nutellát kell készítenie. Szuper! Akkor csináljunk saját Nutellát! A házi Nutella elkészítéséhez a következő alapanyagokra van szükségünk. Mókusmagyaró, 2 tábla tejcsokoládéra, 2 evőkanál porcukorra, amit összekevertünk egy evőkanál kakaóporral, 1 kis vaníliára, 1 evőkanál olívaolajra és 1 csipet sóra. Először a mókusmagyarót megpirítjuk a sütőben, kb. 10-15 percig 180-200 fokon. Amikor ez kész, le kell szednünk a magyaró héját. A héját úgy tudjuk a legegyszerűbben leszedni, hogyha a magyarót beleszóljuk egy konyharuhába, és aztán vagy az asztalon gurigázzuk, vagy pedig egyszerűen megmagyarozzuk. Ez a módszer a héj nagy részét eltávolítja, hogyha marad még rajta, az nem gond. A pörkölt héj nélküli magyarót betesszük a mixerbe. Addig folytatjuk a mixelést, amíg egy olajos, egybefüggő masszát nem kapunk. A magyaró részével készen vagyunk a folyamatnak. Mikrohullámos sütőben felolvasztjuk a 2 tábla csokoládét. Amíg egy kicsit kihűl, addig felboncoljuk a vaníliát. Innen már egyszerű a dolgunk, minden bele a pasztába. Ha valaki kedveli a sós karamellt, az nagy szemű tengeri sót használjon. Ezt most összetúrmixoljuk. Eljött az igazság pillanata, jöhet bele a csokoládé. Ezt még homogénra keverjük, és kész is vagyunk. Ennyi. Ha tetszett ez a videó, és megnéznéd, hogyan főztem egy autóműszerfalának ánikulában, mit mondott Arlós István, mikor a Red Bull Airways zajáról kérdeztük, vagy kíváncsi vagy, hogyan csajozik egy 86 éves bácsi a szigeten, akkor iratkozz fel az Index csatornájára.